vagyunk, Balatonon a Káli medence környékén. Körülbelül egy hónapra leköltöztünk ide, úgyhogy ez nagyon izgalmas, hogy ennyi időre össze leszünk így zárva, és tényleg olyan, mint egy család. Úgy tudom, hogy az eredeti forgatókönyv az nem is a Balatonon játszódott volna. A produceri döntés következménye volt, hogy az esküvő lekerült a Balatonra. Ez az Ádi, gyönyörű! Ez mindenképpen egy speciális karaktere lesz ennek a filmnek, hogy ezt a balatoni régiót, ezt a tájat, ezt valami olyan érzékenyen szépen tárja elénk, amivel akár külföldi ismerőseinket csábíthatjuk Magyarországra. Az Együtt kezdtük egyik főhelyszíne a Balaton, Balaton felvidék, és az is a célunk, hogy ezt a Balaton felvidéket úgy mutassuk meg, mint szinte egy önálló szereplője a filmnek, ami egyre nagyobb szerepet kap. Franciska 2009. Franciska 2010. A színészeink vitorlázunk állat, ahhoz, hogy ők komfortosan legyenek a vitorláson. Volt egy olyan napunk, amikor levittük őket, hogy egy kicsit hozzászokjanak ahhoz, hogy mi is fog majd ott zajlani. Eddig a legérdekesebb napunk a vitorlázás volt, mert ez egy elég speciális helyzet volt, hogy a szereplőink egy vitorláson voltak, a kameracsapat egy másik hajón, és mi a videóval szintén egy másik hajón, és a stáb többi tagja még két másik hajón tartózkodott. Mi van, menekülsz az apostól? Azoknak ajánlom ezt a filmet, akik szeretik a balatoni borvidékeket. Egy, kettő, sok szép fiatal, szexi fiatalok. Három, te vagy az én párom. Együtt én meg te.